Csinálsz? Nem tudsz figyelni? Én csak... Mit te csak? Mit te csak? Elnézést, én... Most nézd meg ezt! Tönkrement a fejelni. Hát ezt nem hiszem el. Meg lehet, hogy a gumi is tönkrement. Mit gondolsz, ki fogja ezt nekem kifizetni? Hogy hívnak? Miki. Ti most szórakoztok vele? Ja, elnézést, Heltai Miklós. Ennek az ügynek nem itt van vége. Telefonszámod légy szíves? 0620. So let's hear. És a kiderül? Úgy derülne már ki. Csak nem gondolod, hogy a fickó tényleg felkeres majd? Most picit beijedt, felhúzta magát, de szerintem soha többé nem fogod látni. Hiszek neked. Legyen igazod. Én csak azt mondom, ha most elmondod anyádéknak, akkor kapsz egy fejmosást, meg majd még ki is oktatnak, hogy figyelj oda jobban, bla 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 bla. Ha meghallgatsz, akkor ennek itt a vége. De persze, te tudod. Jó, majd átgondolom. Na, most leteszlek. Csá! Na, mi van? Szerintem ennek még nagyon nincs itt a vége. Hú, hát te jól tudsz bíztatni, az biztos. Nem értem most, miért kellett megadni a neved, meg a számod, meg a címed? De miért lett most ekkora a szád? Figyelj! Akkor meg kussoltál, mi? Én mégis mit kellett volna mondanom? Hülye voltam, simán átverhettem volna. Most már mindegy. Miért is szerinted otthon elmondjam? Te helyedben én tuti elmondanám, hát láttad a kerekét. Nem hiszem, hogy ő akarja kifizetni. Hát csak az a lényeg, hogy... Jelentkezik-e estére, vagy nem? Mert hogyha nem jelentkezik, akkor nem húzom magamra az apámat fölöslegesen. Igen, de hogyha mégis, akkor nem csak azon fognak kiakadni, hogy hát kis hián elütetted magad, hanem azon is, hogy nem szóltál róla. Hát mondjuk már biztos nem mondom el, de lehet, hogy holnap vagy holnap után talán, nem tudom. Csak nehogy addig halogasd, hogy a fickó beerőzöm. Hát mondjuk én optimista vagyok. Ez az ügy lezárult. Legyen igazad. Ja. Na, szia! Mit eszel? Almát. Miért zavar? Hát olyan, mint a közvetlenül a fülembe ropogtatnál. Ha ideges vagyok, akkor mindig ennem kell. De most komolyan ezen pöröksz? Igen. Miért? Te nem pörögnél? Hát lehet, hogy csak valami hülye vicc az egész. Amíg azt hittem, hogy Lara küldözgeti az SMS-eket, én is ezt hittem. De biztos vagy benne, hogy nem ül az egész mögött? Hát. Ez a Dávid, azt se tudta, hogy ki az a Lara, és elég hihető nekünk. Jó, de ki ez a Dávid? Egyáltalán tudunk róla valamit? Lehet, hogy Robi kiúsztanál-e valamivel a gyufát, és most így akar bosszút állni. Ha, az is lehet, de mégiscsak az a legvalószínűbb, hogy Robi másra is nyomul. Akarod, hogy kiderítsem? Te? Most mit csodálkozol, hát a fotóst is hogy átvett? Oké, de azért ez egy kicsit más ügy volt. Hogy terítenéd ki? Vannak ötleteim, de ezt inkább nem telefonon mondanám el. Oké, akkor majd mondd el, hogy szeretnéd kideríteni, és eldöntöm, hogy akarom-e, jó? Már előre félek. Jó, oksi, majd holnap elmondom. Na, puszi. Oké, puszi.
Te nem készülsz? Hagyjál már! Én már a próbavizsgán is akkora király voltam, hogy az valami eszméletlen. Meg amúgy is az a hitvallásom, Csabika, hogy vizsga előtt pár nappal már nem szabad készülni. Hagyni kell, hogy leülepedjen a tudás. Csabi! Aha. Igen? Csabikám! Gyere! Hoztam nektek egy kis harapnivalót. Ó, hát igazán nem kellett volna. Éhesen nem lehet tanulni. Kamasz fiúk gyomra, szinte feneketlen. Na jó étvágya! Köszönjük! Köszi! Imádom anyukádat, mondtam már. Szerintem is jó fej. Aha. Egy ilyennel már kiegyeznék. Aha, és mennyiért vesztegetnek egy ilyet? Na, én meg nem. Micsoda? Hát ennyiből akár egy használt autót is vehetsz. Csabi, nekem nincs ennyi pénzem, ugye tudod? Fele ennyi sem. Akkor használj egy biciklit. Beszélnem kéne a Geri fatterjával. Mert? Azt ígérte a Gergőnek, hogyha lerakja a jó sít, kap egy kocsit. Na már most a Gergő kicsit mással van elfoglalva, viszont biztos, hogy el van különítve egy kis tőke erre a projektre. Aha. Nem kár ennek kirakni az inflációnak, nem? Hát figyelj, egy telefont megér. Onnan muszáj lenne pénzt szereznem. Diákmunka? Már próbáltam. Az a baj, hogy az a tényleg csak egy használt bicajra futná. De ha én is befutnék, mint a Lara, akkor lenne pénz, újra. Megint ott lesz. Igen, ugyanott. De nem ugyanaz a közönség. Szerencse. Nagyon beégettem magam. Nem beégetted magad, de nem volt szép. Gáz volt. Nem volt gáz. Vannak nálad sokkal botrányosabb alakok is, de nyilván azért, mert tehetséges vagy, azért kaptál még egy esélyt. Tőled is kapok? Nálam általában egy esély van, neked maradt 99. Miért? Mert te vagy a kedvenc énekesnőm. Te pedig a kedvenc menedzserem. Szirup. És megígérem, hogy soha többet nem csinálok ilyet. Nem foglak leégetni. Ennek örülök. Csak bocs, mostanában kicsit hülyen jöttek ki a dolgok. Ugye ott volt a Gergős kapcsolatom, ami nem a bizalomra épült meg. Aztán ott volt apukám, úgyhogy lehet, hogy... Oké, felejtsd el. Neked meg azt kell megérteni, hogy amikor elmegyünk egy helyre, nekem muszáj olyan emberekkel kommunikálni, akik mondjuk a helyet fenntartják, vagy azt, hogy neked milyen repertoárod van, egy kicsit kell intézni a dolgokat. Tehát nem mindig az van, aminek látszik, hogy én közben mással foglalkozok, csak én közben dolgozom. Oké? Okay? Oké. Okay. Ja. Mi az? Ja. Semmi. Baj van? Nincs. Miért álltunk meg? Ja, csak... Ja? Ismerősöm. Na jó, lépjünk oda. Amúgy, hogyha tényleg Robi egy olyan srác, aki rámászik mindenkire, aki szembe jön vele, akkor nincs más dolgunk, csak bedobni egy jó csalit. Nem baj, ha ezt most nem értem. Mori, csak kell egy lány, aki megpróbálja elcsábítani, és hogyha sikerül neki, akkor a Dávid vagy kicsoda nem kamuzott. Ezt adom. De tudsz ilyen lányt? Véletlenül tudok. Jézusom, mire ezt nem gondolhatod komolyan? Most miért? Mert miért ne gondolnám? Hát azért, mert kicsit sem lesz neki furcsa, hogy a csaj, aki egyébként a barátnőjével lóg, egyszer csak rányomul. Figyelj, hogyha a fotósnak el tudtam adni, hogy én egy üzletasszony vagyok, akkor Robinak is eladom, hogy én nem mire vagyok. Oké, de ahhoz át kéne esned néhány plasztikai műtéten, nem baj? Nem lesz semmilyen plasztikai műtét, csak egy paróka, valami erősebb smink, más stílusú ruha. Oké, ezt ne is folytasd. Ismer? Azért, mert olyan valaki kell, akit nem ismer. Jó. Most mi van, besértődtél? Nem. Nem sértődtem meg, de gondold már át komolyan, most vadidegen csajoknak akarod elmondani a párkapcsolati problémáidat? Most látom is magam előtt, hogy castingot hirdetsz arra, hogy Léci, szedjétek föl a pasimat. Oké. Ez nagyon béna. Jó, ez tényleg béna. De akkor sem tudom, hogy tudunk átváltoztatni téged. Viccelsz? Most még mire vagyok, de holnap lehetek neked Polett, Orsi, vagy Barbie, vagy Viola, vagy Bianca. Vagy Petra. Vagy Petra, akárki. Thank you.
Szia! Szia! Ó, csak nem jó kedved van. De? Krisztián? Nem, ez más. Ha, csak nem. Csak nem mi? Csak nem új pasi van a láthatáról, Lara? Nem, csak elkezdett írogatni egy srác, hogy szereti a hangomat, meg amit csinálok, és egy rajongó. Rajongó. Hát rajongód eddig is volt, nem? Igen, de ő olyan cuki. Cuki, és nem lesz balhé abból, hogy Krisztiánnak akad egy konkurenciája? Miért lenne balhé? Mi nem is vagyunk együtt Krisztiánnal, meg ettől a sráctól nem akarok semmit, csak jól esik, hogy írogat. Miért ez baj? Jó, nem mondtam. Szerinted el kéne mondanom neki? Figyelj, nem tudom, mi van köztetek. Nem sok. Jó, és te mit szeretnél? Akkor mondd el neki. Igen, én azt hittem, azt fogod mondani, hogy hallgassak. Figyelj, szerintem a pasikba feléled a vadász ösztön, hogyha rájönnek, hogy a csaj népszerű a pasik körében. Igen, de... Szerintem mondd el Krisztiánnak, ha bejön neked. De nem tudom, hogy bejönne, meg nem tudom, hogy mit akarok, csak... De akkor szerinted féltékeny lenne, hogyha meg tudná, hogy írogat? Lara, ó, hallottad azt, amit az előbb mondtam? Igen, hallottam, és... Ja, lehet örülni neki, hogyha érezném, hogy az egy kicsit. Működhet a dolog, csak könyörgön válaszunk olyan helyet, ahol fél homály van. Egyrészt, másrészt neki kell vele békülnöd. Mi van? Figyelj, hogyha azt hiszi, hogy lebukott előtted, akkor biztos óvatos lesz. El kell hitetned vele, hogy már megbocsájtottál. Hogyan? Bori, annyira okos vagy, hogy lehet, hogy egyáltalán nem értesz a pasikhoz? Jó, mindegy. A lényeg, hogy elmondod neki, hogy rájöttél, hogy valaki be akart kavarni, és sajnálod, hogy egy percre is megingott benne a bizalmat, pedig jó, annyira jó srác. Várjunk egy kicsit, én nem hiszem, hogy vagyok ilyen jó színésznő. Muszáj lesz, megöröltetem magad egy kicsit. Oké, de ott van még Lara is. Most hogyan ide Lara? Úgyhogy igazságtalanul ugrottam neki. Elkezdtem Dávidról, meg SMS-ekről zagyválni, azt se tudtam, mi van. Jó, szerintem ezt az egész vitát ő kezdte, nem? Hát, attól még ehhez nem volt köze. Jó, azért ez az egész annyira nem nagy ügy, de... Jó, nem nagy ügy, de akkor is beszélnem kell vele. Biztosan elnéző lesz. Mindegy, hogy milyen lesz. Nem azért akarok beszélni vele, hogy újra a legjobb barátnőnk legyünk, hanem mert ehhez tényleg semmi köze nem volt. Tudom, hogy ez a hajó már elúszott, de ennyi jár neki, és kész. Jól van, te tudod. Mondjuk nem tudom, minek örülnék jobban, hogyha átmennék, vagy nem. Fél, neked mit tartak a szörpödbe, hogy így meghűltél? De én tényleg félek a vezetéstől. Biztos tök béna leszek. Figyelj, még a legbénábbaknak is sikerül egyszer. Nekem volt egy haverom, képzeld, de azért buktatták meg, mert 4 kört tett egy körforgalomban, mert nem mondta neki senki, hogy ki kell jönni. Aztán valamikor 5. vagy nem tudom, neki is sikerült. Figyelj, Soma, én azt sem tudom, hogy melyik a jobb kezem, úgyhogy biztos, hogy az összes kereszteződésnél majd mindenkit szépen elengedek. Végülis az a biztos, nem? Na jó étvágyat. Kösz. A lényeg, hogy ne izgulj. Egyszer úgy is sikerül. De én egyedül nem fogok bemenni a forgalomba. Most szórakozol velem? Minek csinálod egyáltalán ezt az egészet akkor? Mert azért, mert apukám azt mondta, hogy minden férfinek kötelező, hogy legyen jogsia. És ő fizeti az egészet, úgyhogy ciki lenne elbukni a pénzt. A papír az meg csak papír. Csabikám, ma már mindenkinek tudnia kell vezetnie. Hát, szerintem nem mindenkinek. A mai világban a jogsi alap. Jó, és azon nem gondolkodtál, hogy vezetés közben akár embereket is ölhetsz? Úristen, Csabika, nem hiszlek el.
keveredek a műsor. Várj, nézd csak meg jól a tükrön át. Ez az alak nem is furcsa, csak más. Így most jó, gyere te most magad oda. Lesz meg kinek elakad a szava. Így most szép, gyere ne siess, hogy haza soha. Ott csak vár az üres szoba. Örülj ki, ez jó lesz megszokni. Csak meg így álmodni, s mind mégis fáj azt eldobni. Kell egy új cél, a forró drót mögé. Kell egy új cél, a holnaptól éhez és belefér. Egy új élmény, neked ez pipa, álmodni. Nincsen ez a hiba, nem lesz gáz, csak érdek őszintén.